szuperprodukció készül szupersztárok főszereplésével. Az 1242 a Nyugat kapujában című film egy újabb, izgalmas, történelmi időszakot dolgoz fel. A tatárjárásról készülő akciódráma 13. századba repít vissza, amikor Batukán seregével Esztergom falai aláír. Sós Péter rendező nem bízta a véletlenre a kasszasikert. Eric Roberts mellett a Top Gunból és meg annyi akciófilmből ismert Michael Ironside játssza majd a főszerepet. A mai nappal elkezdtük a 1242 a Nyugat kapujában című produkció forgatását. Az alkotása az első magyar-mongol-ausztrál-angol koprodukció a 13. századi tatárjárás idején játszódik. A kiváló szereposztás mellett a magyarországi helyszínek is fantasztikus környezetet biztosítanak a lebilincselő történethez. A film alkotói elmondásuk szerint történelmi jelentőségű eseményeket akarnak bemutatni a vásznon. Ez a film három nap története. 1242-ben vagyunk. A mongol hódítás, ugye 1241-ben tavaszán volt a Muhi csata, és az elmúlt hónapok alatt eljutottak Muhitól a Duna vonaláig a mongol hódító serege. Egy magyar, de világtörténelmi jelentőségű esemény mozifilm feldolgozására vállalkoznak az alkotók. Beláthatatlan következményekkel járt volna, ha 1242 telének végén Batukán nem fordítja vissza seregeit Esztergom alól, hanem folytatja az előrenyomulást. Nem csak az izgalmas szórakoztatás a cél, hanem gondolkozásra ösztönzi a nézőt Batukán döntésének okairól, mondják az alkotók. Egy nagyon, nem csak a magyar történelem szempontjából fontos pillanat, számomra ez mindenek előtt egy belső út története, hogy mit kezdünk a nyakunkba szakadó nagy szabadsággal. A nagy külföldi sztárok mellett fontos szerepet játszik Stoll András, aki egy negatív karaktert alakít majd a filmben. Nagyon fontosnak tartja ennek a történetét és szerepét a mai világunkban. Büszke arra, hogy egy ilyen kiváló külföldi szereplőgárda mellett egy teljes magyar alkotói stáb munkája lesz ez az egész estés film. A forgatáson nem csak Sós Péterrel, hanem egy igazi szupersztárral, Michael Ironside-dal is beszélhettünk. Nem először jár Magyarországon. Nem először járok Magyarországon, már az Elmeorvos című sorozatban J.P. Morgant játszottam az első évadban, és pont ezen a helyen forgattunk. Az ember a spirituális változást képviseli, azt az elképzelést, hogy nincs sok Isten, csak egy Isten, és mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ő annak az átalakulásnak a példája, amely az egyedülálló gondolkodásmódból a sokasságra való nyitottságot mutatja be egy ember életében. A Nemzeti Filmintézet is támogatta az akciódrámát, amit először a Szöuli Filmfesztiválon mutatnak be. Nagy dolog, hogy a világ számos országa már jelentkezett a vetítési jogok érdekében, hogy mozihálózataikban is majd játszhassák a filmet. Schwenk című műsorunk kiemelten foglalkozik a produkcióval.